Bartalis János Isten kezében. Jött villámcsapás, jött fegyver, jött fergeteg, jött emberek hálátlansága, jött kegyetlenség, jött bűn, jött éhség és szomorúság, jött megalázás, jött üldözés és megpróbáltatás, jött bújdosás lélekpusztában, és nem volt hová lehajtani fejet. Jött kínszenvedés, Krisztus hét szenvedése, jött korbácsütés testen és lelken, jött börtön. Nagy bajomban mindig csak azt mondtam, Isten kezében vagyunk, és ott vagyunk a legjobb helyen. Mikor fellegek feltornyosultak, és a hullámok összecsaptak fejünk fele, mikor a templomok leomlottak, és meghasadott a hegy, mikor sötétség borult a világra, végtelen sötétség, és az égre nem jöttek fel a csillagok, mikor a halál örvényénél álltunk, mikor az utolsó kiáltás is elhangzott, Krisztus ajkáról, függve a keresztfán, utolsót lehelve lelke. Éli! Éli! Lama sabachthani! Ó népem, drága népem, ez szörnyű ítéletben, ez elveszejtő nehéz időben mindig hitted. Isten kezében vagyunk, és ott vagyunk a legbiztosabb helyen. Mikor ég, föld megszakadt, ha folyók, szengerek kiöntöttek, végig nyargalván sós hullámaikkal a veszett világon. Mikor megpecsételtetett minden teremtett állatoknak sorsa. Ó, Uram! Mi, árva néped, árva magyar néped, te benned bízunk! Elejétől fogva. Itt vagyunk ismét, most már sokadjára, dőlhetünk hátra, hiszen van még dolgunk a világban, bőven van mit tennünk, hogy megmaradjon köztünk, miben mindig muszáj hinnünk. Gyönyörűen beszéltek, öröm hallani a hangtok, és remélem, hogy reméltek még jobbat, miben vagytok, mert nincsen határ. Tanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját, elkopni nem hagyom. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját, elvenni nem hagyom. Én magyarul érzek, magyarul félek, magyarul kérlek, magyarul értek, magyarul sírok, magyarul mondok, magyarul írok, magyarul mosolygok, magyarul küzdök, magyarul tűrök, magyarul dobbanok. Én magyarul álmodom, én magyarul álmodom, megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját, elkopni nem hagyom. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, a szüleim nyelvét elvenni nem hagyom. Én megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját elvenni nem hagyom.
A Brassai Magyar Adás szerkesztősége boldog, sikerekben gazdag, békés új esztendőt kíván minden kedves nézőjének. Redakciájmi szűni Brassai, vau reázaun annau fericit, plindesuk cseszesi un plinégy. Wir wünschen allen unseren Zuschauern ein glückliches neues Jahr. A Sepsi Szentgyörgyi Kantáte gyerekkórus műsorának egy részlete indította 2020 első adását, amelyet a műsorismertetés után lapszemlével folytatunk, a Brassói Lapok legfrissebb számának bemutatásával, majd köszönő a köszöntőinknek, ezt követően pedig kulturális ajánló. Adásunk tartalmazza Lőrinc Lóránt, a zajzoni Borica táncot bemutató kisfilmjét, György Attila és Orbán János Dénes egy-egy vidám írását Kozma Attila előadásában, az Április Lajos Főgimnázium ünnepköszöntő műsorát, végezetül pedig felcsendül a Hazám, Hazám Vadkerti Imre előadásában. Kellemes tévézést, tartsanak velünk! A Brassói Lapok 2019-ben, december 30-án jelent meg az Ó-esztendőt, a Ballag Már című Kányádi verssel búcsúztatják, a Küszöbön című vezércikben pedig az új esztendőt köszöntik, az országszertében képtelen híreket közölnek két oldalon keresztül, az Ig Nobel-díjakról és a Darwin-díjasokról a világ oldalon írnak. A Vajas kenyér című írás pedig a Tárca rovatban olvasható. Két keresztrejtvény is van ebben a lapszámban bizonyára azért is, mert ki kell tartson 9-éig az olvasnivaló ebből a lapszámból. A melléklet a Bukaresti Lapok, amely Megmaradni szórványban Szilágyi Ildikónak az írása az első oldalon. Kájoni Jánosra emlékeznek, aki 390 éve született, a 13. magyar filmhétről is beszámolnak, amelyet Bukarestben tartottak, és folytatódik a Logánnal Európán át című riport. Ez a negyedik rész, a Brassói Lapok legfrissebb száma pedig a Fali Naptárt is tartalmazza. Dr. Reisinger János irodalomtörténész előadás sorozata január 6-án, 7-én és 8-án 17 óra 30 perces kezdettel a Reménységházában, amikor sorrendben a Krisztus Pilátus előtt az Ecce Homo és a Golgota, azaz Munkácsi Mihály Krisztus trilógiájának bemutatására kerül sor. A Tamás Járon Színház január 7-én 19 órától a Kamarateremben játssza Henrik Ibsen a Társadalom támaszai című művét Botos Bálint rendezésében. Az M-stúdió műsorán szerepel a Dance Noir január 9-én 19 órától a Háromszék Táncstúdióban, amelyet Barta Dóra álmodott színpadra. Hordigalserán a Grönholm módszer. A
Kézdivásárhelyi Udvartér Színház előadása tartalmas kikapcsolódásra ad alkalmat 2020. január 14-én a Redut Kulturális Központban 18 óra 30 perces kezdettel. Jegyek a billetmaster.ro weboldalon, a Brassói RMDS irodában, valamint a helyszínen válthatók. Kizárólag kedvezményes árujegyet a Vitorlás könyvesboltban és a Frézia Mánia virágüzletben lehet vásárolni. 2014-ben készítette Lőrincz Lóránt a Zajzoni Boriczát bemutató kisfilmjét, amelyet a következő percekre ajánlunk.
visszani az egyik fúrjóból. Kacagját meg! Ja, hogy látod, nem lehet van. Na, jó reggelig gondolom, ilyenkor jönnek? Nem kaptam a napját. Tegnap egész nap aludt. Tehát tegnap egész nap dög lesz az ágyban minden. Már már lekaszt a szívója. Nem kaptam, talán a drág szívumot kell volt, ez a fajn barna. Hát a Jányi beelviszik, én mit csinálja meg, hát jó, hogy nem kaptam. Tegnap Profusz elvitte a tekilával a drág szívumot. Hát most elvittem ilyen? Ha, csak azt vettem. Nem, mert más kerestem már borégyel. Kellemes ünnepeket. Fogadja a borítást. Persze, hogy ne. Itt járunk. Ha melyiket akarjátok, játok már valamit még, nem? Na, úgy lesz utánk vásztánk. Gyusszik! Rakd fel nekem is, mert nem jön. Ez a név!
Ezért. A tiszteletes úr meg ajándékozott 200 láér! Köszönjétek meg! Mert az első, akinek jártunk Boricát, Ivaskának az a barátja, mi a tarajtának? Tárópa, mi volt az? Tarajpán, majdnem Tárópa, 200 lehet adott. És ezt felvitte nekünk nagyon, mert gondoltok vissza, nem kaptunk 200 lehet ajándékot. Bálból. És az idén volt egy 200-as az, egy Albertól, egy Levitől. Ezek mi voltak a 200 lej ajánlók? Jó, de Levi nem volt itt egyik 200 lejnél. Milyen Levi volt ott a Tajus? De ki? Mi? Tűzi és Sárgának a fiók. Sárgának 5145, igen? Igen. 5145 lej, osztva 19. Nekem nem vagyunk, nem vagyunk emotik. Ne kurkáljuk. Tudod. Egyenlő 270 lej és 80 hány van itt? 78. 7-8. 78-ban. Igen, kaptok 270 lej. Kézben. Kézben. Ezelőtt, mikor boricáltunk, két első éves boricás, második éves boricás volt. Őt mondom, mint élő példa, nem fogadták a boricát. Ő, az ő családja. Azt mondta akkor is a társaság, nem fogadta a boricát, 50 lejt lehozunk. Borica pénzed. Meg volt szavazva, igen. Itt a fiúk felhozták a témát, hogy neki meg volt csinálva. Én azt mondtam, hogy a többség dönt. És választunk. És volt mondva, hogy na, kiszavaz igennel, kiszavaz nemmel, szprevénnel egy tov, többen azt mondták igen. Ne Feri csinálta. Takarítani, nem? Nem kell egy gyere. A jó ember, én rassú vagyok. Sámi is ilyen szegyszerű. Nem veszekedünk, Csabi. Nem veszekedünk. Ez meg volt mondva. Többség, egy csoport, egy grup, többség határozata. Tehát gondolom meg, hogy érzi magát az is. Hogyha úgy csinálnánk, hogy elvégelem a pénzét táncolunk. Nem sokan gondolják ezt, egy csak 80%. Tehát nem tudom az a nagy 80%. 270. Az meg van a donácsot. Állj fel a miut. Te megkaptam mindenki a pénzit? Mindenki apró pénz neked. Azt mondtam, vásd el, lekommentál. Ennek szeret az apró pénzt, láttatok a... Lássam a vastag a buksza. Eugy, török. Én mondom, György Attila és Orbán János Dénes egy-egy vidám írása hangzik el Kozma Attila színművész előadásában. A székely-magyar bor viszony, vagy bor iszony, attól a V a zárójelben van. A székely különleges viszonyáról a borra sokat lehetne írni, de ami a borkészítéshez való természetes képességeiket illeti, ez nagyjából ugyanolyan felesleges lenne, mintha a kakukkot tanítanánk fészket rakni. A jó székelyek, különösen a belső székelyföldön, Csík, Gyergyó, a Gyímesek és a Kászok vidékén rendszerint annyit tudnak a borról, hogy ha van, meg kell inni, és a jó bor többnyire pityókából készül. Nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy leszületelik a krumplit és bonyolult szakavatott eljárásokkal bor készítenek belőle,
Nem, a valóság ennél sokkal gyakorlatiasabb és prózai. Egyszerűen csak elcserélik az általunk megtermelt pityókát szőlőre, a regáti romálokkal, rendszerint egy az egyes árfolyamon, majd az így kapott, rendszerint direkt termő szőlőkből bort készítenek, azaz valami ehhez meglepően hasonlító borszerű italt. Ami egyébként annyira nem rossz, persze a Michelin csillagra hiába is várnának, arrafelé a pálinka várományos. A gyártási technológia valahol a római kort megelőző idő tudományát idézi. Bővebben. Elég a szőlőt ledarálni, kicsurgatni, berakni egy hordóba a mustot, némi cukrot adni hozzá, nézd, hát azért kár lenne, ezt csak az élfajház rómaiak tették. Szellőztetni kell egy potyogóval, aztán egyszer csak kész lesz a bor, már mennyi marad belőle a sűrű kóstolgatások után. Egy alkalommal neves magyarországi borász járt a hímesekben, s jó ember módjára ajándékot vitt vendéglátóiknak, méghozzá néhány palackkal a legjobb, többnyire díjnyertes boraiból. A vendéglátó örömmel fogadta, aztán ennyi. Néhány hét múlva borászunk ismét arra vetődött, ezúttal két sommelier társaságában, az egy olyan sommelier, ez borkóstolót jelent, vagy aki tudja, hogy milyen borokhoz milyen étel jár, ilyen gasztroblogger-szerű valaki, csak nem gasztroblogger, hanem sommelier. És nem tudom, hogy hol vagyok vele. Igen. Szóval két sommelier társaságában. Ez utóbbi a foglalkozásáról tegyük hozzá, igen keveset tudnának valamit is mondani a helyek közül, annak idején még a jelen sorok írója is azt hitte, minimum a francia király fegyverhordozói lehetnek. Az újra találkozás után, még kezdeti örvendezés után a borász oldalát mégiscsak fordani kezd a kíváncsiság, mire is értékelik az ő borait ezen a medvés vadregényes tájon, és szerényen rákérdezett. Aztán nézlette a bor, amit hoztam Imre bácsi. Imre bácsi elmélázott, felidézte a villányi dombok terméséből származó nedűt, aztán mértékadóan megadta a verset. Meg lehetett inni. Szó megszakadt, hang fennakadt, lehellett, megszegít. Imre bácsi érezte, alig hanem elégedetlenek itt a dicsérettel, ezért bátorítólag újra megszólalt. Na de ne busuljanok, hanem inkább kóstoljad meg ezt! És rögves felővarázsolt, a fentebb említett pityókaborok egy különösen rendletes példánya, két literes pillepalaszban, hogy a duklár, és kezdetét vette a sűrű töltöket is. Dicséretére legyen mondva a borásznak, sommeliernek, úgy megitták arcizmuk serádót, sőt enyhén pironkodva a kegyes hatóságok miatt, még valami elismerő szavakat is mormoltak. De a tények ismeretében alig a valószínű, hogy a közeljövőben borász cserekereskedelem jönne létre, a gyímesek és villany között. Irtózatos. Borzalmatos, szarhanyos egy helyen az Erdély. Ezen az egy biztos, hogy nem a jó Úristen keze nyoma van rajta. Félrenézhetett szegény teremtés közben, s durumó, ízibe belepiszkult a munkája. Micsoda hely! Zordon, Hitvan, Bűnagy hegyekkel van teli, melyek olyan meredekek, hogy a jogot kötélenként leáresztani legélni a hegyoldalon. Sűrű rüsnyafenyvesek meredeznek a nagy, büdös semmibe. A falak között duvadak hörögnek. Arra tévedsz, vérmentve csapanyú, farkas szaggaci, kincsorvas köklen halára, vagy hiúz harapja át a gigardot. Szemetet holló, varnyú, kesei vajja ki, fűcimpaldott, ülű marcangója, s amit ezek a szörnyetek még meghajnak a húsodból, hüvelykúnyi vérhogarak rágjanak rá. Másnapra csak a fehérdő csontok maradnak, meg a hajad, kivéve, ha mandruccal találkozol, mert a szőröstő, bőröstő rekkentál, ott a penalta nincsen. Persze, ha élve eljutsz az erdőig, mert a mezősétalva is beszagadhat alattad a föld, s kiderül, hogy a sejmes pázsit feneketlen tengerszemet rejt. Rúgsz, rúgkapálsz, kénlódsz, de szabadulni nincs esélye. Még meg se nyugasz rendesen a p***rágó kopitisztenia, már lerágta a húsodat. Élve elevenén falnak fel a nyúlag, halbabak, s a halálüvöltését felszántja a lábvizét. Csontjaidra nem akar. Csontjaidra soha nem akar senki kimelkajtatni ilyen beste helyen. Vagy belépsz egy barlangba, s mentán megnyugodsz a büdös sarga gőztő. De van, amikor csak megjelenik nagy hirtelen egy lik a földbe, hasonlatos a s***hoz, s abból az ördög már kimars, pokol sarat köpre ad, s te csak visítasz téged le a képedet, mert az isza kénysabbal káredik. Mész az uton, az oldalból readásig egy nagy kős, már jöttek is a pöhök lóhangyak eltakarítani a porhüvelyet. Ledülsz az árnyékba egyet pihenni, s arra ébredsz, ezt meg meg! Bárhova mész, mindenütt halálos veszély leselkedik rád, még
Az ártatlannak tűnő mókustól is tartani kell, már sosem lát tudni, mikor taszolj egy óriás tobozd a fejedre, hogy elaljulsz belé, és mivel feltalpaszkodnál valami éjségtől gyötő cörgfej hatalmadat. Bizony, ilyen helyez. Elátkozott tartomárgók mindig, ide menekültek az utolsó neandertaliszok, de a homo sapiensek felkutattak és megették őket, úgyhogy nyomuk sem maradt. Aztán ide jöttek az agatűrszök, és itt engődtek, amíg ki nem jutottak őket a keltak. Itt anyasztak a dalkok is mindaddig, amíg a rómaiak rám mészaroltak őket. Aztán a durvadok és a természeti katasztrófák által megtizedelt rómaiakat, meg egymást, lekaszabolták a vizigótok, a tájfalok, a kepidák és a vandálok, őket meg mind a véres kezű hunok. A hunok rejtélyes eltűnése után beszivárogtak az avarok, de őket elpusztították a pesegék. Aztán megjelent egy szörnyű nép, a szikuluszok, vagyis a székelyek népe, kiket a véres kezű hunok ivadékainak tartanak, és kiirtottak mindenkit. Aztán jöttek a magyarok, és testvérséget kötöttek a székelyekkel. Itt írtogattak egymás békébe, amíg jött a tatar követően pedig a pest is, és alig maradt túlélő ezen az elátkozott vidéket. Aztán jött a szász, meg a román, aztán a török, aztán a labanc, egymás egyén hátán, maguk előtt hajtva a másikot, s hullottak az emberek, mint a legyek. Egyetlen egyről sem tudunk, aki életben van. Következik egy részlet az Áprilisi Főgimnázium ünnepköszöntő előadásából, amelyet december 19-én a belvárosi Szent Péter és Pál Római Katolikus Plébánia templomban mutattak be. Yeah.
Yeah.
A Hazám, Hazám című dallal búcsúzunk Vadkerti Imre előadásában. Köszönjük, hogy néznek minket. Ne feledjék, hogy adásaink hetente frissülnek a www.brassaimagyaradás.ro honlapon és a Facebook Brassai TV oldalán. Jövő heti viszontlátásig vigyázzunk egymásra! Mint száműzött kivándorok a sűrű éjjel át, ott förgetek bennem lelé,